Kérlek, egy kicsit mutatkozz be pár szóban, honnan ismered a DDC Tehetség ösztöndíját, illetve mivel érdemelted ki, hogy idén megnyerted ezt a díjat, illetve a külön díjat is elnyerted, ahogy látom. Igen, rendkívül hálás vagyok egyébként, hogy ezt a díjat elnyerhettem, szóval nagyon szépen köszönöm. Igazából általános iskolás koromban hallottam először erről a díjról, hogy egyáltalán létezik ilyen lehetőség. Drága osztályfőnököm, Kocka Balázs mondta ezt el nekem, és mivel már gyakorlatilag általános iskolának az alsó tagozatától kezdve folyamatosan mindenféle versenyt kipróbáltam, tényleg most ő se sorolnám őket mind, idővel rájöttem persze a különböző versenyeket kipróbáltatva magam, hogy a humán terület az, ami az én fő területem, ez az, ami engem ténylegesen érdekel, és ebben jeleskedem leginkább. Kiemeltem persze a történelmet, értem most ez alatt. Gondoltam, hogy ezt a hagyományt tovább folytatom, és így gyakorlatilag évről évre mindig jelentkeztem a nagyobb országos versenyekre, alkalmanként kisebb helyi versenyekre is, amit itt Vácon tartottak a helytörténeti 48-as verseny. Majd aztán most már, mint középiskolás büszke boronka is, szintén folytatom a versenyekre járást. Először a Szaváriában értem el eredményeket, kiemelném egyébként, hogy már lényegében 6. osztálytól kezdve csak akkor még természettudományban, és utána 7. kezdve a történelmi versenyeken mindig bejutottam az országos döntőkbe, és top 10-es helyezéseket értem el. Szóval a legnagyobb eredményem az a Szavária történelmi verseny eddig, 9-esként elértem egy 3. helyezést, még azelőtt nyelvi előkészítősként, úgyhogy nem is volt lényegében hivatalosan történelem órán, lettem 4., illetve most már az OKTV-n tervezek továbbjutni, és még több eredményt elérni remélhetőleg a jövőben. Gratulálok ezekhez az eredményekhez, méltán lehetsz büszke rájuk. Hallottam, hogy 2 idegen nyelv mellett most egy 3.-kal is elkezdtél foglalkozni. Mi motivál erre, hogy újabb nyelveket tanuljál? Hát alapvetően azt kell tudni rólam, hogy mindig is érdekelt az, hogy hogyan lehet a különböző konfliktusokat elsimítani, hogyan lehet emberek közt kapcsolatot teremteni, úgymond diplomatikusnak lenni. Szóval így fogalmazom, illetve hát ezt és a történelmi ismereteimet, illetve esetlegesen jogi ismereteimet, miután az egyetemen jogot tervezek tanulni, ezeket szeretném majd felhasználni. És hát, mint a nyelvismeret, ez rendkívül hasznos lesz majd ehhez. Értem. Van esetleg életcélod, vagy álmod, amit el szeretnél érni? Itt hallottam, hogy egyetemre készülsz. Most a nemzetközi jogban gondolkodom egyelőre, persze ezt most nehéz megmondani, hiszen az, hogy jogász legyek, egy területben még nagyon sokat kell utakodnom, hogy ezt megtudjam, még az a terület, ami leginkább passzol hozzám, de igen. Egy azt mondanám, hogy nemzetközi jogász szeretnék lenni.